Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Sunnyverzum YouTube csatornáján, ismét itt az eltévedt harcosunk, Hello, Tomi. Sziasztok, szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Az Oscar óta nem is láttunk, mi van vele, Tomikám, jól vagy? Dehogy vagyok, Dehogy vagyok. Na, de kitaláltuk, ugye ez már felismerült valamelyik Dumaverzumban vagy Hírexben, hogy szeretnétek látni tőlünk is tier list videókat. Ugye ez az, amikor besorolgatunk dolgokat bizonyos témakörben, ezt láthatjátok a nagyobb csatornáktól, ez most egy ilyen divat, lehet mondani, hogy egy ilyen trend. Abszolút, lett. Abszolút. És hát egész úgy működik, igen, hogy ugye van S, A, B, C, D és F tier, úgymond, és akkor a legmagasabb az S rank, az S tier, ami a, mondjuk egy adott listában a legjobb, a legszuperebb, az a, azt oda tesszük, és akkor haladunk lefelé, ami pedig a legrosszabb, és gyűlöljük azt, az F-re tesszük a legalsó kategóriába. Hát ez úgy néz ki, hogy az S-be tesszük tényleg az über, az A az a nagyon-nagyon jó, a B az a jó, amúgy. Mondjuk. A C az a megnéztük. Igen. A D az a még nem utáljuk, de nem is szeretjük. Az F az meg a fosnak gyakorlatilag. A gyújtósra vele, igen. Igen. Most itt ebbe a tierlistben nem lesz ilyen, hogy nem láttuk, mert szoktak ilyet is, hogyha mondjuk egyik film se látta. Ez most egy ilyen speciális lesz. Ez a tierlist az élőben fog majd menni csettel együtt. Ez az első adás ilyen kísérleti jelleggel. Ez most offline, tehát ezt felvételről láthatjátok. Tomi ötlete volt, hogy kezdjünk egy ilyen rövidebb listával, hogy ez egy kis rövidebb videó lesz, az Alien és a Predator filmeket, összesen 14 darab filmet fogunk így renkelni. Az Alien Romulus okán, ugye most az nagyon kurrens, velünk aktuális. Van a film, úgyhogy szerintem aktuális egy Alien Predator filmek tier list, Sunnyval neki is vágunk. Neki esünk. Yes, yes, neki, okay. Neki esünk ezerrel. Na, tehát a tier list az ugye így néz ki, látjátok most már a képernyőn, tehát felül van az S, amit beszéltünk, és onnan megyünk lefelé, alul pedig látjátok ugye a jelen esetben 14 darab kis pici piktogramot, vagy hogy mondjam, a kis mini posztereket, ezek nem teljesen kronológiai, de mégis kronológiai sorrend, de ugye vannak ilyen Joker filmek, amik mondjuk kategóriájában nem odaillettek, ezeket más sorrendben fogjuk tekinteni. Mindegyik mi egyenként elmondjuk nagyjából, hogy mi hova helyeznénk, és a kettőnknek próbáljuk ugye a igen, ez mettetét. Pontos, hogy ez nem a Sunny tier listje, nem a Tomi tier listje, ez egy közös. Tehát tegyük fel, Sunny egy filmet S-be tenne, én meg F-be tenném, tehát én gyűlölőből meg imádja, akkor az mondjuk C-be vagy B-be kerül, mert a kettőnk metszete az S jelenti, tehát így ez van. Így fog felépülni. A másik, ami nagyon fontos, tudom, majd kommentbe jönnek az anyázások, hogy hát de ez nem igaz, mert ez a film nem úgy van, szigorúan ez a mi véleményünk. Tehát attól, de hogy a véleményem releváns, tehát ami mondok, az úgy van. Így van. Nem, de nyilván ez erről szól, hogyha most nekem nem tetszett, de neked tetszett, attól még nem az én anyámat, mert nekem nem tetszett. Hanem a tiédet. Hát valószínű, hogy azért ilyenek lesznek. Fogadjuk el egymás véleményét. Én azt mondom, ez most a kettőnk tier listje, de kommentben várjuk a tiéteket is. Mivel 14 filmről van szó, akár filmenként is le tudjátok írni. Szerintem akkor kezdjük is el, Tomikám. Igen. Az egérkurzort fogjátok itt látni a kis kezembe, mi itt lefele fogunk nézni, mert itt van a kis laptops, yes, ami segít nekünk ebben. Hát akkor mivel is kezdhetném, mivel mondtam, hogy azért nagyjából kronológiai lesz, mint az Alien első részével, amit itt honnan ugye úgy mutatta be, a nyolcadik utas, a halál. Így van. Sokan ezt tartják az etalonnak. Abszolút. Mit mondasz róla, Tomi? Tehát most még nem a kategória, hogy egyáltalán. Nagyon szeretem, klasszikus, műfajteremtő, majdnem azt mondanám, hogy nekem nem estír, mert van benne egy jelenet, ami engem nagyon kizökkent. Melyik? Az, amikor a úgymond a szelőző járatokban kergeti az Alien az egyik áldozatunkat, és amikor jön a nagy megdöbbenés és jumpscare, akkor azt úgy vágták meg, mintha meg akarná ölelni a faszit, nem pedig megölni. És honnan tudod, hogy nem? És ez engem úgy kiszerett a filmből, de nekem az Alien egy az estír, sajnálom, tehát ettől függetlenül nekem az egy a műfajteremtő film. Nekem azért nem, mert tudom, hogy nekem lesz estírebb is ennél. Na. Szóval én az A-ba mindenképpen beraknám, tehát ez nem kérdés. Tehát annál lejjebb semmiképpen. De szerintem utólag egyet fogunk érteni abban, hogy van ennél S-sebb tír. Ez inkább egy ilyen, ahogy Pistéki szokták mondani, A plusz nekem egy picit. Jó, benne vagyok az A-ba. Természetesen, azt ne felejtsük el, hogy ezt tudjuk még utólag. Tehát, hogyha valamit utólag úgy döntünk, hogy hát ez mégse úgy van, akkor nyilván olyan listáknál, ahol van 50, 60, 70, 80 darab elem, ott azért szoktak ilyet játszani elég. Na most akkor én engedek, ezt nem felejtjük el, hogy én már egyet engedtem. Ez majd utólag behajtja rajta. Úgyhogy akkor mehet az A-ba az élet. Akkor látjátok, hogy így oda tudom húzni az A-ba, és ez most ott van. Igen. Na, és akkor nem is kellett sokáig várni arra, amit én mondtam. A bolygó neve halál. Az Aliens, azaz a bolygó neve halál. Igen. James Cameron átvette a stafétát. És milyen jól tette? A legjobb Alien film. Szerintem azért mondtam, nekem ez az mindenki S. Egyetér, persze, S. Kommentbe írja meg az, akinek nem S. S. Meg mered írni? Minden jelenete a mai napig izgalmas,
hihetetlen hatással van rám ez a film, és tényleg ez a nincs benne egy felesleges semmi. Momentum. És tök jó, hogy az első rész ugye még ez a tipikusan, ahol az Aliennek a tipikus dolga, ez az ismeretlentől való félelem, itt már ugye nagyjából tudtad, hogy mitől kell félni, és megspékelte rohadt jó akciójelenetekkel, tehát ez már a sci-fi akció kategóriának a top-top-topja. Hát estű, nem is kérdés. Ez est. Tehát ezért is mondtam, hogy ha... Csak ne a hármat rakdod, mert az nagyon furcsa lenne. De egy estű. Tehát, hölgyek, urak, akkor ez és szerintem a két legjobb Alien filmet azt ki is végeztük, de még azért. Nem biztos. Megyünk tovább, még nem biztos. Ugye Ridley Scott és James Cameron után jött David Fincher az Alien 3-mal, ami ugye negálja. A végső megoldás. A végső megoldás. A halál, ami azzal kezdődik, hogy a második rész nagy befejezését le is lövi, hogy na, nincs happy end, Ripley ugye egyedül marad. Igen, Newt is meghal, meg Michael Biehn is. A színész neve, akkor ez egy Kyrie's. Na, Sunny, hova tennéd az Alien 3-ot? Nagyon megosztó film egyébként. Én biztos, hogy jobban szeretem, mint te. Meg jobban szeretem, mint az átlag. Nekem az Alien 3 talán azért, mert gyerekkoromnak volt egy nagy élménye, ilyeneket nézettek velem gyerekkoromban, csak mondom, hogy ez sok mindent megmagyarázsz. Még ezt zsibibe vettük meg ilyen narrátoros videókazettán. Nekem még ez úgy volt meg, és én csüngtem rajta. Imádtam minden jelenetét. Olyan minőségben, hogy nem láttam semmit, de imádtam minden jelenetét. Biztos, hogy nem jobb egyiknél se, amit eddig beszéltünk, tehát én nekem ez egy stabil B. Ebből is volt egy rendezői változat, ugye tudjátok, hogy ez is egy kétféleképpen készült el, nem mondtuk, de a Bolygó neve halálból is volt a hosszít rendezői. Ott mind a kettő jó. Ott mind a kettő jó. Az még jobb. Figyelj, akkor itt nem lesznek nagy vitatkozások, mert neked B, nekem D, én nagyon-nagyon nem szeretem, úgyhogy ez egy C-be kerül. Akkor Alien 3, tehát ez egyik meg se lett jó. Halál. Nekem tetszett a vége, tetszettek a felütések, meg nekem izgi volt, nekem tetszett ez a börtönbolygós koncepció. Én nagyon nem szeretem, szerintem egy borzasztó film, sajnálom, bocsánat. És mondom, azt nem tudom neki megbocsátani, főleg, hogy megöli a klasszikus karaktereket a kettőnek. Hát igen, igen, mert egyébként volt egy olyan verzió, ha jól hallottam, hogy Newtnak a történetét vitték volna tovább, csak hát ez hamar elvágták. Nem mindegy, utána ugye jön az Alien feltámad a halál. Igen, igen. Ahol ugye Winona Ryderrel erősítettek be az akkori nagyobb nevek közül, ugyanúgy Sigourney Weaver, aki a harmadik részben ugyan meghal, de egy ilyen klónozási technikának köszönhetően, de hát beleklónozták az Alienet is. Hát hogy? Na figyelj, Stanley, most kezdem én a véleményemet. Mondd el. Én nagyon imádom ebben Ripley-t. A klón Ripley elképesztően beres karakter. Imádom a Ron Perlmannek a csapatát, és ők is nagyon jók. Nagyon szórakoztató nekem ez a film, és tudom, hogy sokan utálják, de nekem ez egy átír lenne, ha csak én döntenék, de Stanley mit kontrált rá? Én röhögni fogtok, nekem nem rosszabb, mint a harmadik rész, nem is jobb. Nekem olyan egy szinten van a kettő, úgy az nekem B lett volna. Én erre is B-t mondanék, mert aki átmond, mondjon B-t is, azért ezt tudjátok. Én egy picit azért, tehát én nem tenném be azért az Alien, a 8. utas a halál mellé. Elfogadom. Hát oda azért ne. Elfogadom a B-t is. Nagyon tetszett a film, de még a B is nagyon jó, csak mondom, a B még a jó film. Csak én azért raktam volna A-ba, mert nálam ugye az Alien az első rész is. Igen, de jó helyen van a B-n, akkor elfogadjuk. Tehát akkor az Alien negyedik része B. Na de, itt meg is állt az Alien sorozat nagyon hosszú időre. És ígértek sok folytatást, viszont egy teljesen új irány. Következett a Prometheus című filmmel, pár szót mondjál már róla nekem, hogy, mert tudom, hogy neked nagyon tetszett. Nekem is tetszett volna, ha nem folytatták volna. A Prometheus egy mítosz megalapozás, ugye az Alien-nek eredete, meglátjuk a teremtőket, az engineereket, úgymond az alkotókat, gépészeket, mérnököket, nem már sokan szót használok. Gépészmérnököket. És amilyen Sunny is, ugye. Aztán, vagy nem? Bocsánat, egy picit ilyen vagyok, de rohadt meleg van itt a stúdióban jelenleg. És a lényeg az, hogy van ennek a filmnek rengeteg hiányossága, ráadásul kivágtak belőle nagyon fontos jelenteket, amik a forgatókönyvben még benne voltak, és jobban összeállna az egész. Mindezek ellenére a Prometheusnak a hangulata, a titokzatossága, a misztikuma nekem lenyűgöző, és nálam csod nélkül átír lenne a Prometheus. Uh-huh. Nehéz helyzetben leszek, mert nekem a Prometheus nagyon tetszett. Tényleg nagyon tetszett. Ha nem láttam volna utána a Covenant-et, fogunk róla beszélni. De a Covenant nem lehet a Prometheusnak egy visszahúzója. A kettő együtt lett úgy más. Nem, a Prometheus az a Prometheus, és csak a rajongók miatt lett a Covenant olyan, amilyen. Ezt ne felejtjük el. A Prometheus nem tehet erről. Tehát a Prometheus jó irányt indított el, csak nem jó irányba ment tovább. Vagy hogy mondjam neked? Erről a Prometheus, mint film nem tehet, amikor megnézed. A rajongók voltak a hibásak, mert hisztisztek. Hú, nem tudom, mert nekem a Prometheus egy akkora misztikus volt, meg annyira
jól közelítette meg ezt az egészet, és még ilyen tök jó sztorit is. Ja, meg hát azért Michael Fassbender az über. Persze, meg a király. Második legjobb női karakter az Alien sorozatban, Ripley után a Dr. Shaw. Michael Fassbender. Egyértelműen. Ja, hát imádom, Naomi Rapace. Igen. Az... Na, más... És te A? Én A-ba tenném, te hova tennéd? Én szívem szerint a B-be, simán. Akkor most engedj te. Akkor tegyük az A-ba. Mert én már kettőt engedtem. Na, jó, nyugodjál meg. Jó, akkor a Prometheus megy az A-ban. Na, és akkor... Legalább letámadnak minket majd. Nyugodtan írjátok a kommentet, hogy mekkora köcsög ő. Így van, én. Na, jött a Covenant. Az a baj, akkor ezt kezdjem én. Aha. Az a baj, hogy először azt akartam, hogy tetszen. És voltak részek, amik tetszettek is. Abszolút vannak jó pillanatok. Brutális az, hogy most megjön Michael, és akkor gyakorlatilag... David. Michael Fassbender által alakított David, nem engedted végigmondani. Megjön David, és legyap egy bolygót gyakorlatilag ezzel a fekete trutyival, aminek ugye lesz is jelentősége, és ez tökre tetszett amúgy a Romulus esetében, hogy ezt előhozták végre. Amellett, hogy totál értelmetlennek tartottam, mégis tetszett valahol. Az is, hogy ő, hát azt nem, hogy kinyírta a kedvenc csajomat, de utána ugye az is meg lett magyarázva, tehát nagyon jól indult, de utána úgy ellaposodott az a film, hogy valami rettenetes, és olyan logikátlanul jöttek az események, ugye ott már volt egy Michael Fassbender 2, ugye ott 2 darab droiddal dolgoztunk, és sokszor olyan értetlen volt, nem tudom mi miért történt, ott már próbáltak ugye a rajongók nyomására egy ilyen Xenomorph cunamit megindítani, hogy azért legyen már benne az is, mert ezt hiányolták a Prometheusból. De szerintem ez indokolatlan volt, nagyon nem odaillő volt, és szerintem az egész filmnek az élét így paf, az én véleményem szerint. Persze, de amúgy van benne rengeteg nagyszerű jelenet külön-külön. Van. Ebben a filmben számomra a legfájóbb az emberi butaság, és ez ilyen bóvli sztorit szolgál ennek, mint hogy elcsúszunk a vérfolton, és ezért lövünk mellé, ezért robban fel az űrhajónk, ezeket nagyon nem szeretem, vagy önmagunktól és önön szándékunkból hülyék vagyunk, és belenézünk a tojásba, hogy az arcukba ugyan az arctámadó. Meg amit Szán is mondott, hogy lerendezik egyetlen percben azt, hogy találkoznának az engineerekkel, de meg is ölik őket, Shaw is meghal. Offscreen a két film között. Igen, ez nekem egy kicsit nyújt. Tehát nagy csalódás ez. Én jó indulattal azért betenném a C-be. De jó indulattal, és ha D lesz belőle, se bánom sem. Akkor tegyük a D-be. Akkor D. Ez most minden engedés jó. Nélkül. Jó. Nem F, mert nem F. Jó. De mert az F-be lesz F-ebb. Akkor inkább így mondom. Betenném az F-be, de mégis azok a kezdés, meg úgy azok a jelentek, meg Michael Fassbender, gyerekek, nem lehet az F-be tenni azt az embert. Köszönöm. Akkor D. HD, D-be kerül. HD? Te is HD-be láttad? Én is HD-be. Na, és akkor itt az aktualitás. Mikor elkészítettem ezt a tierlistet, még a Romulus nem volt benne, de azóta most már azért megy egy hete. Úgy gondoljuk, hogy most már berakhatjuk ide a Romulus is. Hú. Kezdem én. Ne úgy, ahogy nekünk mondtad, mert azt nem tűri el a nyomópesti. Én szerintem a Romulus, hogyha hamarabb érkezik, de pár évvel, akkor nagyon szerettem volna. Nekem ez a film már borzasztóan kevés volt. Technikailag egy csoda. Ez minden téren, de úgy mondom neked, hogy a jeleneteknek a megszerkesztése képileg, a hanghatások, az effektek, a megépített díszletek, imádtam, de minden, ami történik benne, attól már a pulzusom nem tudott felmenni. Én nekem nagyon fájóan degradáló az, hogy ott elbánnak az Alienekkel az egyik jelenetben. Ja, amikor nem tudtam, antigravitációs sapkikedvős. Ha 20 Alient le lehet darálni egy random csajnak, tudom, hogy ilyen szuperpuskával csinálta, de nem. Nem tudtam kötődni egyik karakteres sem. Tehát senkihez. Ennél rosszabb és unalmasabb főhős még nem volt szerintem az Alien filmek történetében. Nekem nem tetszik ez a film, és ezt úgy mondom, hogy közben meg fantasztikusan meg van csinálva, tehát elég csak, mondom, beleégett az arcomba az a jelenet, amikor a füstben érkezik a végső főszörny, és ahogy csak így felvillan benne, tehát gyönyörű, de nekem C. És ez egy jó indulattal C. Érdekes, meg tudjátok nézni a csatornán, ugye volt egy rövid ismertető, meg egy hosszabb kibeszélő is ebből a filmből nem olyan régen, tehát nyomja a lájkot és kommentelj oda is nyugodtan. Ott a kommentekből is összeraktam azért egy általános képet, hogy mi is kb. Ezen a vonalon mozogtunk, mint te a kibeszélőben. Azért kaptunk kritikát, hogy gyerekek, ne mondjátok már, ez a harmadik legjobb Alien film, sőt jobb, mint a Bolygó neve alá, blablabla. Bla. Még egyszer mondom, egyéni vélemények. Tehát nyilván biztos van, akinek jobban tetszett, mint eddig az összes, de abszolút Tomi mellett állok most ebben a dologban. A technikai kivitelezésben nem tudok belekötni.
egyes egyedül nagyon-nagyon izé vagyok, nagyon-nagyon, hogy mondják ezt ilyen, ha már nagyon bel akarok kötni valamibe, akkor nyilván az art CGI, amikor megcsinálták ugye S új hasonmását, úgymond. Igazad van, de figyelj, de én ebbe ne kössünk már bele. Persze. Ebbe ne kössünk már bele. Tudni kell, hogy a színész ugye már meghalt, így az ő már nem tudták használni. Igen, igen, ő már meghalt, igen, és igen. Akkor ugye az ő arcát így már csak CGI-jal tudták megoldani. Viszont becsülendő, hogy nem CGI cunami volt a film, hanem tényleg megépítették a szörnyeket, élő emberek voltak benne, és baromi jól nézett ki, és büszkék vagyunk a magyar stábra, akik az biztos. Nagyon nagy részt vállaltak. Mi adtuk C. A C. A C. Nekem ez vita nélkül C. Nem jobb, de rosszabb lehetne, de nem. Ez C. Jó. Na, akkor a tisztán Alien filmeket az gyakorlatilag letudtuk. Most jöjjenek a tisztán Predator filmek, és aztán nyilván tudjátok, hogy van kettő darab crossover, és ha várhatjuk az ígéretnek megfelelő törekvéseket, akkor lehet még lesz több is, ami a talán jó is lesz, de ezt még most ne lőjük le. Jó, hát szerintem rakjuk be gyorsan a Predator egyet az estérbe, és akkor... A Predatoroknál az a tess amúgy. Persze, egyértelmű. Ez nem kérdés. Legendás, tehát, legendás. A szereplőgárda is. Eleve minden, az új hangulata, mert ugye nyilván ez is olyan, mint az Alien, hogy ott is az ismeretlentől való félelem egy kicsit megvolt, de baromi jól néz. Talán a világ legjobb Final Showdown-ja, ugye a leszámolás hát a Schwarzi és a Predator között azt a mindenit, amikor leveszi a maszkot, és na gyere rám, akkor meg vagy becsülve, tudod. És mi is itt ismerjük a lényt, tehát addig mi nem is tudtuk erről a lényről, mert sehol nem jelent meg. Igen. Baromi jó, nem, ez nem vita tárgya. Hát az esti. Szerintem, igen. Tehát ahogy a Alienbe a második része, ezt itt az első, itt ezt nem tudták überelni semmilyen szinten, és a szereplőgárda, a rendezés, a kornak megfelelő fényképezés is szerintem tökéletes volt. Jó, most jönnek volna, hogy azért 2000 utáni, hogy hát ahogy nézett ki az a CGI, hát úgy, ahogy akkor ki kellett nézni. Persze, nem, szuper nem volt. Semmi baj nincs vele. Ellenben jött egy második rész, amit behelyeztek a városba. Igen. Danny Glover főszereplésével. Én nem régen újra néztem az összeset, azért ezt tisztázzuk, hogy nekem frissebb. Mit gondolsz a kettőről? Borzasztó. Szerintem is. A kettő, tehát ha még nagyon gondolkodnom kell, hogy hova tegyem, ha azt az egyetlen üres mezőt töltögetni kéne, ez lenne az egyik, amire kerülne. De annál talán egy fokkal jobb. Figyelj, tehetjük F-be, nem bánom, annál én amúgy D-be tenni. Én is. Akkor D. D azért, mert egyébként a szörnyes részek rendben voltak, csak annyira belekeverték ezt a drogkártert, meg annyira próbált ilyen sima, hagyományos, nyomozós film lenni, és egyébként ami a D-be stabilan felhozta, az az easter egg, amit nagyon sokan nem vettek észre, nyilván most már tudjátok, hogy ott bizony megjelenik az első kapcsolódás az Alien filmekhez, hiszen ott van egy Alien. Meg nekem inkább ez, hogy én imádtam a legvégén, hogy itt is kialakul a tisztelet, és neki adja a stukkert. Igen, tehát, igen. Hogy azért D. Igen, azt az Alien versus Predatorig nem is vették már elő ezt a tírt. Bár igen, bár de majd mindjárt megbeszéljük. Na mindegy, D-tír, ez volt ugye a Predatornak a második része. Igen. Utána volt egy hosszabb szünet, és megérkezett a magyar rendező, Antal Nimród, így van. Akinek ugye a Kontrollt köszönhetjük, ugye az volt a legelső nagy játékfilmje itthon, és megkapta a Predators, Adrian Brody-val a főszerepben. Így van. Zseniális szereplőgárda egyébként. Uh-huh. Ez amúgy egy ilyen klasszikus pool akció kalandfilm, hajazva az első részre. Így van, és egy ilyen teljesen különálló, amúgy nem próbált belemagyarázni semmit. Igen. Ez egy önálló film, ez egy teljesen önálló film. Ennek már nincs meg úgy a sztoria, azt tudom, hogy itt több klán is volt, és itt harcoltak egymás ellen is a predátorok, ugye ez volt az, hogy volt egy, akit ők mentettek meg talán. Igen, és ez melléjük segített nekik, aha. Én ezzel a filmmel el voltam, nem akartam megváltani a világot, én ezt a C és B között vacilálva érzem magam, te hova tennéd? Most próbálok viszonyítani. Sokkal jobb, mint a Predator 2. Egyértelműen. Szerintem a Predator 1 és a Predator 2 közé mértanilag a B-be szerintem beillik. Mert ez egy jó volt. Jó, A-ba én se tettem. Ne, dehogy is. Akkor elfér a B-ben. Ezt ha valaki nem látta esetleg, ugye majd ezt úgy kell, hogy ez a Predators, mert a következő mindjárt az megint a The Predator. Hát igen, tudom, hogy itt lehetett kevergetni a dolgokat, és még egyszer, amit ne felejtsünk el még egyszer hangsúlyozni, magyar rendező Antal Nimród munkája, Adrian Brody pedig egy zseniális színész, és gyerekek, ahogy az ember kipattintotta magát erre a szerepre, az kemény. Nagyon, ja, nagyon. És tényleg, az zongorista után azért. És akkor jön a Shane Black, The Predator című filmje, ami a Ryan, ugye az a Durdur és Shaw rendezője, onnan ismeretetek legjobban. Hát megszerepelt az elsőbe. Meg a rendes fickókat is csinálta. Ő most csak a hangulati elemeket akarom felvázolni, hogy a Predator
az egy ilyen vicces akció-komédia igazából, ahol van egy ilyen tökös laza főszereplő gárda, tehát semmiképpen sem ilyen horrorisztikus, ez egy ilyen akció-komédia, tényleg. De annak meg nagyon félrement, nem? De nekem tetszett. Esküszöm. Én nekem tetszett. Én nem tudtam kibékülni vele, mert én lehet, hogy ezt ilyen félálomban néztem, de tudom, hogy itt volt egy kihangsúlyozott főpredátor, aki nagyobbra nőtt. Így van. Valahogy nem éreztem a monumentálását ennek a dolognak. Nem tudom, meg nekem, tudom, ebbe volt, hogy a gyerek megtalálta a sisakot, azt így elkezdett vele zúzni. Persze. Ez tényleg egy ilyen... Vannak benne gondiságok. Keszkesetek, betörő elemek. De én igazából én értem ezt a filmet, és tudom, hogy mennyien utálják. Én szerettem a stílusát és a hangulatát, nagyon külön tudom kezelni mindentől. Nem tesszük be az elemet. Nálam ez B vagy A, és bocs, bocs. De úgyhogy, tehát semmiképp sem tudom egy élén egy vagy egy Prometheus mellé tenni, soha nem tenném, de mint önálló, független akció, komédia, Predator világában nekem jó, de ha Sunny a D-be tenni, akkor úgyis megállapodunk valahol középen. Hát én a D-be tenném egyébként, bár lehet, hogy most amúgy szívesen újra nézném, mert egyébként azt a két órát rászánnám, de emlékeim szerint nekem ez egy akkor vége lett, ez a... Jó. Én a D-be raknám, de nyilván nem arra fogom. Akkor B vagy C legyen, mondja. Nézzük már meg, mi van még ott. Ja, de ezek csak Alien filmek, amik itt van. Ja nem, hát a B-be van a Predator. Tehát betennéd a Predators mellé? Simán. Predator? Szerintem mind maga műfajában én nekem van olyan jó, mint a Predators. Ha nem jobb, tehát még egyszer mondom, én nagyon szerettem ezt a filmet. Majd utáljátok, tényleg várom. De mehet a C-be felőlem, ha neked D lenne, akkor egyel feljebb csúsztatom. Ilyet, tegyük be a Predators mellé, aztán majd még megnézzük, mert van ott még egy, a következő is vitatárgya lesz, mert az meg nekem tetszett, neked nem annyira. Tehát berakjuk, akkor Predators és a The Predator egymás mellett kézenfogva, nekem a The Predators klasszisokkal jobban tetszett ettől függetlenül. És még egyszer, amit elkezdtem mondani, ami érdekesség, ugye, hogy a The Predatornak a rendezője ugye játszott az eredeti Predator filmben, ő talán az első áldozat, vagy a második, Shane Black. Na, és akkor nem olyan régen készült el, streaming platformra jelent meg, ez moziban nem. Volt ez a Preda, vagyis a Prey című, ami annyira érdekes volt nekem, és annyira tetszett, hogy ezt átmerték tenni a múltba, de nagyon a múltba. Tehát nem az, hogy városba tesszük, mint ahogy a Jurassic Parkot, vagy a Godzillát, vagy a faluba kirakjuk, hanem igenis itt egy technológiai visszaesést is produkálva, mind emberi, mind predátor oldalról, gyakorlatilag egy kicsit ilyen misztifikálva ezt az egészet, mert ugye egy indián törzs életét követhetjük nyomon, egy kiemelt hölgy szereplő. Hát a Disney hercegnő. Elnyomó Disney hercegnő, akit lenéz ugye a családja, de kiderül, hogy ő a kemény. Amivel semmi bajom, még egyszer mondom, én nagyon élveztem a filmnek ezt a vonulatát. Itt szándékosan egy kevésbé becsületes, szemetebb predátor, mint a többi filmben, és ez nem baj, nekem nem volt szimpi ő, és nem is kellett, hogy az legyen. Tehát nem ez volt a célja, nem így jött ide. El voltam ezzel a filmmel, de azért nálam így a C-nél nem menne feljebb, ha csak én csinálom a listát, de hova tennéd amúgy? Hát, megmondom őszintén, hogyha a Predatorst a B-be tettük, én nem tenném lejjebb. Tehát nekem azért a Preda nekem jobban tetszett. Jó, de amúgy te betennéd az A-ba? Nem, csak A-ba nem. Ezt szimplán a B-be beraknám. Akkor tedd be a B-be, elfogadom. Tehát A-ba nem. Jó élmény volt, de nem az a film volt, amit még egyszer meg akartam nézni. És itt üzenném az összes hisztis picsának. Férfiakról beszélek, akik úgy érezték, hogy a férfiasságukat megnyomorítja és megabuzálja az, hogy ez a nő... Ez a törzs fölé emelkedett, és lenyomja a Predatort, hogy nem ez az életetek legnagyobb problémája, jó. Láttatok már én ilyen filmeket? Mindenhol csaj van. Na úgyhogy. Ne ezért utáljátok ezt a filmet, ha utáljátok, oké? Okay? Nem, szerintem nekem még ami tetszett a Prédában, maga az a korhűség, tényleg ahogy azok a fegyverek, hogy tényleg még a Predatornak is azért nyilván egy fejlettebb technológiája volt, mint az embereknek, de még nem olyan fejlett, mint a korunkban játszódó részeknek, tehát szerintem zseniálisan voltak balanszozva ezek a dolgok, és ami nagyon tetszett, hogy igenis le lehetett győzni ultra-hipermodern technika nélkül is. Engem ez emlékeztetett a könyvformába kiadott Terminátor középkori változat, hogy ott is ugye azt vizsgáltuk, hogy egy középkorba visszament Terminátort, hogy tudnak az akkori tudással legyőzni. És nekem egy kicsit ezt hozta vissza. Hangsúlyozzuk, hogy ezek ilyen fanfiction könyvek. Hát fanfiction könyv, de ez egy egész nagyobb ment egyébként. Még maradt kettő crossover filmünk, az Alien vs. Predator 1 és 2. Az első részt szerintem a sorozatnak a kedvelői szerették. Igen, de ez is az, hogy válasszuk el a műfajt.
ez vegy tisztán egy akciófilm, nem komédia, egy érdekes settingbe helyezi a világot, és jól sikerült. Nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett. Ebben megint van Alien királynő egyébként, az egyetlen filmben van királynő, a sima Alien bolygón a halálon kívül. Nem merném tenni az A-ba, mert nem, de cson nélkül B. Nekem A. Nekem nagyon erős A. Nekem ez akkora felüdülés volt, és annyira imádtam, ahogy az elején jöttek ezek a maja birodalmas bevágások. Tetszenek, hogy van szörny-szörnyfájt, ember-szörnyfájt. Kicsit behozta a Wayland társaságot is, ugye az öreggel, vagy akkor visszahozták ugye Ericssont, vagy hogy hívják? Lance Ericssont. Visszahozták, imádtam. Tökre tetszett, hogy itt is be tudtak tenni egy csajt, és imádtam, hogy nem egy beresz csaj, hanem látszik, hogy megvan illetőd, vagy annyira jól árnyalták a karaktereket, iszonyatosan tetszett, és a végén ez a respect téma, az meg engem így a toll felállt a kezemen, hogy ez a megjelöljük, biztos fájt neki, amúgy meg is itt. Miután én engedtem csak a mai napon, ne szakítsuk meg ezt a ezt majd pörgessétek itt a videót, és kommentbe írjátok, hogy Tomi nem normális. Úgyhogy éppen betehetjük az A-ba, a Prometheus és az Alien 1 mellé az AVP 1-et, de hangsúlyozottan természetesen azok jobb filmek, de kezeljük azt, hogy ez a film mi akart lenni, és azt teljesítette. Abszolút. Abszolút, tök jól jött ki. Mehet oda. Én nagyon-nagyon imádtam, nagyon-nagyon szerettem, és tényleg az, hogy kíváncsiak voltunk rá, mert videójátékok formájában már kísérleteztek ezzel, hogy Robocop vs. Terminátor, Alien Predator, de hogy végre ezt filmre ismerte vinni valaki, és tök logikusan, tök normálisan tudott egy olyan keretsztorit tenni alá, hogy igen, ezek lejönnek, vadásznak rájuk, az emberek csak keltetik őket, úgy összeállt az egész. És még egyszer mondom, tökre tetszett, hogy azért a fájtok azok meg voltak benne csinálva. Persze. Meg volt a savnak a szerepe, meg volt a predátorok fegyverének a szerepe, meg volt a gyengeség, és a végén tetszett az a felütés is, hogy akkor megbizgáltuk a predátort is, és őt is kihasználtuk testileg. Ami folytatódott is a Requiem című filmmel. Így van. De minek? Igen, hát ez a nagyon életem egyik legkellemetlenebb bozi élménye, bevallom. Tényleg semmi értelme ennek a filmnek. Minden rossz, a fényképezés, a vágás, végig tök sötét. Igen. Talán azt tudom még elmondani a film mentségére, hogy van ebben egy predátor, akit Wolfnak hívnak, ő a főszereplő predátor, ő nagyon badass. Ő egy jó karakter, írtja az ellent nagyon, és miatta felpeckelném a díjbe, de nem F és kész, tehát ez egy nagyon rossz film, és a széria mélypontja. Nekem, ami nagyon nem, tehát minden, ami nem tetszett, azt így gyorsan felsorolva, sötét. Nem látszik semmi. Rohadt hosszan elnyújtva az építkezésen lévő jelenet, ahol látjuk a körvonalakat a predátoroknak a hőkövető szemével, és csak azt látjuk, hogy egy áványon, ahol nappal a részeg munkások pakolásszák a témát, ott ugrálnak az éljenek indokolatlanul, próbálnak legyapni közülük. Egy emlékezetes jelenetem valami nagyon undorító volt, amikor egy csáv ott ül lent a kis fedezékbe, és behajol az Alien, és ez meg elkezd felfelelőni, mint a szarna, most a sav mindenhova esett, csak oda nem, ahova kellett volna, és a végén ez a nagyon olcsó, nagyon egyszerű megoldás, amit kikopisztak a régi vírusos filmekből, vagy egy Resident Evil Nemesisből, hogy jön egy atombomba, azt mindenki megy a picsába. A fight közepén, érted, amikor nézed, hogy megy a nagy Alien, Predator, boss fight, minden, tű, azt egyszer csak atombomba, ta, reset. Aha, azt. Hát, nem, semmilyen szinten meg, nem. Meg nem, még nekem ez sem fájna, hogy atombomba meg egyebek, ez a film nem szórakoztató sajnos, úgyhogy abban igazad van egyébként, hogy volt benne bedesz cucc, meg azért voltak benne jó részek, de összességében ez egy borzasztó filmélmény, tehát igen. Ez az, amit nem. Ez pedig az Alien vs. Predator 2, a Requiem. Szóval így az utolsó filmmel szerintem az utolsó kategóriát is sikerült kimaxolnunk. Egy nagyon gyors összesítés, tehát az S-be került nyilván a Bolygó neve halál és a Predator 1, az A-ba, amit lát, a sima Alien, ugye, az első. A 8. utas a halál, Prometheus és az Alien vs. Predator. Hogy jött a B, oda tettük be a 3-at, vagy az a 4? Az a 4. A feltámad a halál, a Predators, a The Predator és a Prey. A C-ben van az Alien 3 és az Alien Romulus, a D-ben van a Covenant. Az Alien Covenant és a Predator 2, és az F-ben az Alien vs. Predator 2. Sunny, én nekem egy nagyon picit a csőrömet piszkálja, hogy az Alien 1
az A-ba van a Prometheus-szal és az AVP-egyel. Respekt, be kell tenni, kész. Én is, tehát hogy... Igazad van, amúgy is, igazad én van. Amúgy is odaraktam volna, és megérdemli szerintem. Én azért nem, mert tudod, nekem a bolygó neve jobb, de tudjátok mit? Igen, S kategória az Alien pedig S plusz, ami nincs, de az mondjuk ő van az elején. Meg a másik, tudod, hogy... Ott az elején, ott a főnök. Igazából, igen, tehát ez is S, az is S, lehet, hogy ez az S-en belül jobban. Egy kicsit S-esebb. De szerintem annyira klasszikus, annyira nagy film, és tényleg a mai napig nagy hatású. Ha valaki megnézi, úgyhogy nem tud erről semmit, szerintem fogja szeretni. Igen. Zseniális a játék, nagyon-nagyon okosan lett megrendezve Ridley Scott által, nagyon-nagyon legendás a jelenet, amikor kijön az első, igen, ott igen. A néző is, tehát emlékszem, anyám megnézte egy hétig, nem mert meg a legelső Alien támadás, amikor ugye ott van a kis hangárban, lóg a láncokról, tényleg fantasztikus film, úgyhogy jó, köszi, hogy betettük az S-be, így nyugodt vagyok. Nekem még egy picit azt szúrja a szemem, hogy a Predator 2 nem az F-ben van, de már nem lényeg. Jó, lehetjük. Nem tudom, figyelj, jó, legyen D, mert azért abban viszont voltak nagyon jó respect jelenetek, és egyébként ez az átkötés is nagyon tetszett, hogy a Prédába az a pisztoly megjelenik, amit egyébként a Predator 2-ben Danny Glover megkap. Tisztelet jelként, ez megjelenik a Prédában, tehát vannak ilyen kis elhelyezett easter egg-ek a történetvonalon. Szerintem ez így már most. Jó. A mi kettőnk véleményének az átlagát azt kihoztuk. Írjátok meg a tiéteket, én nagyon kíváncsi vagyok, próbáljuk meg kultúráltan tényleg, hogy ezt elfogadni, hogy neked mi a vélemény, nekünk mi a vélemény, én elfogadom bárkinek a véleményét. Ha valaki azt mondja, hogy a Bolygó nem áll a világ legrosszabb filmje, én azt is elfogadom, bár nem fogom jól érezni magam. De elfogadom. Igen, nem, Tomikám. Felőlem anyázatok. Tomi sokkal lazában veszi. Szívesen belemegyek. Főleg azért, mert az egyéni ízlést nem tudod befolyás. Tehát ha valakinek a Shane Black-féle Predator mindenidők legrosszabb film és gyűlöli, mert meggyalázta a franchise-t, szerintem szíve joga, és én átérzem őt. Nekem ő de én baromi jól szórakoztam. Nekem még azt szúrja egy picit a szemem, de én azt elfogadom. De nem nyúlunk hozzá. Nem nyúlunk hozzá, mert letöri a kezem, Tomi. De azt szerintem repülne. Nálam repülne a Dave majdnem, de jó van ez. Hát ez van. Ez most már így maradt. Jó. Na hát köszönjük a figyelmet. Nagyon szépen akkor. Köszönjük a figyelmet. Ezt le fogom fényképezni, ki fogom rakni, meg fogom osztani, és ez ki is fog hamarosan kerülni, amit te már láttad is. Szeretnénk ezt a sorozatot folytatni. Innentől kezdve valószínűleg ezt jó lenne élőbe csinálni, meghirdetett időpontokban, amikor ti is a cseten élőbe be tudtok szállni, bár nem érdekel, mit írtok, mert az lesz, amit mi mondunk, de... Attól függetlenül mi nagyon szeretnénk látni. Élő donéttel meggyőzhető. Figyelj, főni itt egy 500-as S. Most már másként beszélt. Most már másként beszélt. Nem, nyilván tehát ezt most elvicceltem, de persze Pistiék is így csinálják egyébként, hogy nézik közben a csetet, de az ő véleményüket nem befolyásolja, mert ez most tényleg erről szól. Viszont kommentbe írjátok meg azt is, hogy mi legyen a következő tierlistnek a témája, miket szeretnétek rangsolni. Örülnék, ha ez filmes vonalon belül maradna, de ja, hogyha, persze, csak ha nem film, csak film... már a fagyikkal, jó? Köszönjétek a fagyikról, vagy meg. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Jelentkezünk. Sziasztok.